Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, a Fehérvár Televízió Fehérvári Beszélgetések című műsorát látják. Csodálatos környezetben vagyunk, már a stúdió maga is egy gyönyörűség, de most még jobban megszépült. Mint látják, gyönyörű fejdíszek és kalapok között ülünk, nem véletlenül, hiszen vendégünk Tóris Hajnalka tervező, aki a kalapokat és a fejdíszeket tervezte, és el is készítette magát, és még azt is el kell mondani róla, hogy ezúttal éppen hazajött Székesfehérvárra. Köszöntelek szeretettel. Én is üdvözöllek. Tehát, mint kiderült, most kalapokat és fejdíszeket tervezel, készítesz. Tudom, hogy emellett nagyon sokat mozogsz a divat világába, de érdemes felidézni, hogy honnan is indultál, ugye székesfehérvári vagy eredendően. Így van, én itt végeztem az iskoláimat, és hát nagyon nem ezen a területen indultam neki az életnek annó. Ugye vasútforgalmi iskolát végeztem, de ez egy nagyon mellékvágány volt, és csak egy kis szösszenet az életemben. Hogy kerültél oda? Mert óvónőnek nem vettek fel, és a második ez volt beírva. Buszúból hirtelen valamit beírunk. Egy muszáj volt, és apukám egyik barátja, aki ebben az iskolában tanított, ő javasolt, hogy indul ez a szak, indult, akkor második évfolyam voltunk mi, és hogy jó lesz ez. És akkor hát teljesen óvónőnek készültem, 100%-osan. Ugye arra azért nagyon komoly felvételi volt, és rengeteget külön foglalkoztak velem a tanáraim. Nagyon hálás voltam érte, de hát sajnos helyhiány miatt nem sikerült a felvételi, mert akkor volt 86-ban 6-szoros túljelentkezés. Népszerű pálya igen, volt. Egyébként igen, az óvónői felvételit én is végigcsináltam, ismerem, nem is kell részletezni, és nekem se sikerült. Úgyhogy térjünk is. Úgyhogy ez maradt. Ez maradt, amit igen. Elvégeztél, és hát gondolom, miközben végezted, meg gondoltál rá, hogy például lehet, hogy egyenruha van? Egyáltalán nem vonzott, tehát egy teljesen idegen, félelmetes és idegen területnek gondoltam ezt az egészet. Aztán én férhez mentem, gyerekeket szültem, és úgymond én későn kezdtem el karriert építeni, 33 évesen. Tehát akkor addig nem is dolgoztál máshol? Dolgoztam, meg gyesen voltam, de igazán karrierépítésnek én ezt az időszakot nevezem, hiszen akkor már egész nagyok voltak a gyerekeim, könnyebben mozogtam mellettük. Pici babákkal azért nem olyan egyszerű, muszáj, ugye sok szülőnél most látom, hogy a családi háttér az nagyon-nagyon fontos. És aztán én így kezdtem el, a sminkelés és a rendezvényszervezésből nőtte ki ez az egész dolog magát. Tehát a divat terén a smink volt az első, így amit van, megtanultál. Aminek csináltam egy rendezvényt, ugye itt Székesfehérváron 2005-ben a Női Nap elnevezésű rendezvényt, és aztán ebből alakult ki. A fejdíszeimet pedig az egyedi különlegességemnek köszönhető a design hostessek, amiket mindig egyedileg tervezek a megrendelőnek, logó, apropó egyebek alapján, és én oda készítettem fejdíszeket, és olyan 2,5 évvel ezelőtt valakinek a tanácsára kezdtem el alkotni, és nagyon jó volt a fogadtatás, úgyhogy 2 évvel ezelőtt, április 21-én a királynő születésnapján, a brit királynőnek a születésnapján debütált a márkám. Ezt utólag tudtuk meg, úgyhogy egy tökéletes időpontot sikerült véletlenül választani. És hát hála Istennek nagyon-nagyon jó fogadtatása van, mert én nem szokványos darabokat készítek, igazából én fél kalapokat csinálok és fejdíszeket, tehát az a fejbehúzós kalap az nem, az bőven van más. Nekem is mindig ez volt a problémám, hogy igazából nyáron is meleg, amikor az embernek sok haja van, és a fejébe húz meg. Nagyon, ugye a mi kultúránkban ez annyira nincs benne, és azt nagyon sok hölgy soknak, nehéznek érezte, hogy úgy a fején nyomasztja, és ezek pedig olyan kis légies térbe állított dolgok, amiket én készítek. Nyilván nem funkcionálisak, inkább dekoráció.
Azért ezek is tudnak árnyékot tartani, mert most már második éve van szerencsém a Derbin bemutatót, a Magyarországi Derbi és Divat Fesztiválon bemutatót tartani, és ugye a derbire nem semmilyen lóversenyes dologra nem illik fejfedő nélkül menni, kalap szerűség nélkül. Ugye a Royal Ascot egy nagyon jó példája ennek, és ami úgy igazán az emberek köztudatában van, hogy a különleges kalapok. Na, itthon is a derbi, azt szeretnénk, hogy erről szóljon, és nagyon szépen alakulunk, nagy boldogságomra. Úgyhogy ott azért van, ami ugyanúgy árnyékot tart, és kellemes, de valóban az idejét a virágokra fejeztük a hangsúlyt, és hatalmas nagy fejdíszeket sikerült alkossak, ilyen jó egy méter átmérővel. A 80-as évek közepén, amikor te a középiskolával voltál elfoglalva, divat volt a kalap. Sokan hordtak, nyilván nem ennyire tetszetőseket, de akkor a hölgyeknél divat volt a kalap, aztán ez valahogy úgy egy kicsit elmúlt. Most hol tart a dolog? Mindig jelen van a divatban, ugye nyáron a nap miatt, télen a hideg miatt, ugye akinek fázósabb a feje, az sapka kalap után nyúl, valamikor kifejezetten előtérbe helyeznek adott fazonokat. Az enyémek, tehát az elmúlt időszakban rájöttem arra, ugye mindig kérdezgették tőlem, hogy hova lehet ezeket viselni. És én rájöttem arra, hogy mindenhova lehet fejdíszt viselni, de nem mindegyik fejdísz való akárhova. Tehát, hogy megvan minden eseménynek a jellege, és ugye ami most rajtam van, ez a kis igazi bőrből készült fejdísz. Ezeket én azért találtam ki, mert kerestem magamnak valamit, amit akár piacra egy farmer pólóhoz is fel tudok venni. Tehát, hogy tényleg lehet a nap minden szakában fejdíszt viselni, csak nem mindegy, hogy miből van, mekkora méret, és hát ugye mihez vesszük fel. De ahogy én szoktam a vevőimet terelgetni, ugye mindig nagyon fontos, hogy ismerjük a stílusunkat, és akkor ha a stílusunknak megfelelően választunk fejdíszeket, akkor biztos, hogy több ruhához is fel tudja venni az illető. És szerencsére, akiket itt sikerült már megfertőznem, azok rájöttek, hogy tényleg, tehát hogy egy vacsorára, ha elmennek a kedvesükkel vacsorázni, azt is egy elegánsabb, különlegesebbé tudja emelni, mert az egész megjelenése egy kicsit extrább lesz. Úgy gondolná, igen, az ember, hogy sok minden meghatározza, hogy milyen fejdíszt használjon valaki. Például meghatározza azt, hogy hova megy, amit említettünk, meghatározza azt, hogy hogy öltözött fel, meghatározza azt is, hogy milyen a fizurája, illetve milyen a fejformája. Mindenkinek jól állhatnak ezek? Vannak olyan fejformák, akiknek szinte tényleg minden nagyon jól áll. Mindenkinek van olyan, ami jól áll. De vannak szerencsésebbek, akik tényleg, hogy bármelyiket ráteszem, ugye általában ilyen 300 és 400 darab között van a készletem, mert ha nekiállok csinálni, akár ugye rendelésre is, konkrét ruhához, vagy konkrét céllal, általában ABC verziót készítek, hogy tudjon a megrendelő esetleg választani. Mindig én álmodok valamit adott paraméterek alapján, de szoktam egy alternatívát kínálni, és akkor emiatt azért ugye a készletem nagyon jól működik, de viszont ennek nagyon nagy hasznát veszem a bemutatókor, mert hogy nem okoz problémát 50-100 darab közötti darabot is így bemutatni modelleken, egy divat bemutató alkalmával, mert a Derbin 25 modell volt, és három túrban mutatkoztak meg, úgyhogy az 75 darab volt csak, amit a bemutatón használtunk. És
A modellek jellemzően nyilván szépek és szép formájúak, viszont az egyszerű ember, ha beleszeret egy fejdíszbe vagy egy kalapba, ott azért segítségre van szüksége. Meghatározó-e, hogy milyen forma illik mondjuk egy kerekebb archoz, vagy egy hosszúkásabb archoz, vagy egy fiatalabbhoz, egy középkorúhoz, egy idősebbhez? Ugye nagyon sok örömanya fordul hozzám, mert egyre inkább elfogadott igény van, inkább úgy mondom arra, hogy valóban valamit szeretnének az esküvőn, a fejükön viselni, mert tényleg úgy érzik, hogy felteszik a koronát a megjelenésükre, és a fej méret az, ami nem is elsődlegesen a forma, hanem a fej méret az, ami szerintem meghatározó. Egy kisebb, alacsonyabb, kisebb fejű, nem biztos, hogy nagyon nagy volument javasolnék, de én úgy szoktam, hogy általában valami elképzeléssel eljönnek, általában úgy jönnek, hogy valami picit szeretne, nem feltűnőt, erre szoktam azt mondani, hogy hát az nem én vagyok, tehát az akkor nem jó helyen van nagyon, és akkor kezdjük azzal, amit ugye a ő igénye alapján az enyémből illőnek tartok, elkezdjük próbálgatni, és én mindig szoktam terelgetni a hölgyeket, hála Istennek nagyon jól érzem, és látom, hogy kinek mi az illő, és nem nekem kell kimondani, és például a nagy készletemnek ez is az előnye, hogy gond nélkül tudok adni, hogy próbálgassanak, és saját maguk éreznek rá, hogy tényleg, amikor hatalmas mosoly ül ki az arcra, annál tökéletesebb visszajelzés nem is kaphatna az ember, hogy hát ez megvan az a darab, ami valóban az övé. Elképzeléseid szerint akár egy üzleti tárgyalásra is illik a fejdísz, illetve kalap? A kalapok általában szabad tér, mérettől függően, de én így járok üzleti tárgyalásokra. Már ha éppen nincs az outfitem, ez megfelelő darabom, akkor már leszúrnak, hogy mi az, hogy nincs rajtam, mert annyira megszokták. Úgyhogy lehet, persze, igen. Mindig az öltöző, az egyensúlyra kell törekedni. Az egyensúlyt kell megtalálni, de van olyan vásárlóm, aki vasárnapi családi ebédhez vette fel egy elegáns étterembe, és olyan pozitív visszajelzéseket kapott, hogy ő maga is ledöbbent azon, hogy mennyi dicséretet kapott. De önazonos volt, és merte viselni. Nem okozott problémát neki. Említetted, hogy divatbemutatókon is mutatsz be, de egy kicsit bevezetnél bennünket a divatbemutatók hátterébe, ahova egyébként mi nem látunk be, hogy készül egy ilyen rendezvény? Hát, mivel már nagyon-nagyon sok bemutatót csináltam, mindig el szoktam mondani, azok a nők, akik vasárnapi ebédet szoktak készíteni egy családnak, azok átérzik azt, hogy micsoda hatalmas feladat egy bemutatót létrehozni, több nap előzi meg a munkát, vagy akár hetek is, és mondjuk lehet, hogy csak 10 perc az egész. Ugyanúgy, mint a vasárnapi ebéd pillanatok alatt eltűnik az asztalról, és nagyon sok fárasztó munkaóra előzi meg, hogy oda kerüljön. Én nagyon szeretek, tehát nekem fontos az is, hogy több területen mozogjak. Szoktam mondani, hogy kell az alkotás a lelkemnek, az eszemnek, meg a szervezkedés, az üzleti rész. Tehát, hogy én így vagyok teljes és egész, és hogy többféle dolgot tudjak egyszerre csinálni, mert engem ez inspirál, és még inkább több dolgot tudok létrehozni általa. Ledöbbennek általában, amikor ilyen ugye 18 év alatti lányhoz, ugye van egy szépségversenyem, ami nekem a modell utánpótlásom, neveldém, ugye itt szoktam hívni, ragaszkodom, hogy egy kísérő szülő legyen, ugye ez nő lehet, mert ugye női modellek vannak, és ledöbbennek, amikor így látják, hogy milyen fárasztó és milyen kemény munka összerakni egy ilyen bemutatót, és ugye egy átlag
néző, vendég, az csak azt látja, hogy olyan könnyen suhannak a modellek közben, ők is pillanatok, másodpercek alatt kell átöltözni, úgyhogy megvan a technikája, ezt kell ugye a lányoknak is megtanulni, ez nem úgy van, hogy egyik percről megy, nem ugyanúgy öltözünk egy bemutatón, mint otthon. És hát, hogy mit vesz le először, mit vesz fel utoljára, tehát ennek komoly, komoly szabályrendszere van, amit ugye, és gyorsaság, ami egy nagyon fontos dolog, amit el kell sajátítani, és mondom, mindig azt nem gondolták volna, hogy ez ennyire nehéz és ilyen fárasztó. Végül is biztos, hogy teljesen más, mint amikor előadó művész megy a színpadra, és akkor ő kint van egy adott ideig, és szórakoztatja a közönséget a jelenlétével. Itt a képpel lehet szórakoztatni valójában, bár azért a mozgás és a ritmus már megjelenik. Igen, ugye mi is a szérzenével kötjük össze, az meghatározó. Alapvetően nagyon dinamikus bemutatók a mostaniak, mondjuk 30-40 év ezelőtthöz képest. Azért is van, hogy nagyon sok modell, de én nem szeretem a futószalag bemutatókat, tehát nem a alapvető fashion kategóriát képviselem. A megrendelőimnek is úgy szoktam mondani, én ilyen eladáscentrikus bemutatókat szoktam létrehozni, ahol fontos, hogy egy nagyon pozitív kisugárzás legyen, mosolyogjanak a lányok, stb. A fashionben ez nincs. Tehát az nem. Én ilyen glamour típusú lányokat kedvelek, akik bájosak, modellalkat, de bájos, pozitív kisugárzása van, mosolyogni is tud tiszta szívből, és jól érzi magát abban, amit csinál, ez nagyon fontos. Apropó modellalkat, milyen most a divatos modell? Mert ugye volt egy időszak, amikor már kétségbe ejtően vékony hölgyeket küldtek a kifutóra, és aztán azt hallottam, hogy azért ez egy kicsit enyhült. Hát ez nem így van. Nem enyhült, még mindig. A nagy fashion, főleg az európaiba egyáltalán nem. Ugyanúgy ez a borzasztóan, tehát a 32-34-es méretet várják el egy 175-180 centis lánytól. És például nekem ezért is a szépség versenyemnek, ami egy ilyen modellképző, ugye az a motója, hogy az egészséges női ideált megtartva, mert ha egyszer valaki egy nőiesebb típus, az csak iszonyatos szenvedés árán tudna az a vékonyság lenni, ami már az egészség rovására megy, még akkor is, ha edzése és minden egyebekkel tartja, vagy éri el ezt. És hát amit nem véletlenül mondom, hogy egészséges nő oda, mert hogy azt látom, hogy a lányok bizony koplalás, tehát hogy nem az, hogy sportoljon, hanem inkább koplal, és úgy gondolja, hogy ez a helyes, ami iszonyatos egészségkárosodást tud okozni, akár maradandót is, mert menstruációs zavar és minden egyebeket tud produkálni a hirtelen súlyvesztés, meg a tartós súlyvesztés. De hát én ezért mondom, hogy én az egészséges női ideát szeretem, mert én a nőiesebb modelleket is szeretem. Tehát, hogy legyen cicije, olyan kis puha lány, tehát, hogy ne az a nagyon csontos, nagyon szikár, mert valójában nem is értem. Tehát tényleg tudjuk, hogy egészségtelen, hogy nagyon edzeni sem tudnak, mert attól meg izmaik lennének, és igen, mintha az sem nagyon lehetne nekik, tehát tényleg koplanásra, és soha nem értettem, hogy miért ez a szép. Elment a divat nagy része egy olyan zsákfazon, tehát akik ruhakészítők, ruhatervező, nem, inkább úgy mondom, hogy tanult, komoly szakember varrónő, azok mind nincsenek szabásvonalak. Tehát nincs mellbevarrás, tehát a nagy street fashion az egy ilyen zsákfazon, és az igazából ezeken a lányokon mutat jól. És hát ezek azok a ruhák, amelyek aztán utána tulajdonképpen el is tűnnek, mert igen, hogy erre készíteni. Innentől kezdve ők művészek, ugye? Mert csak egy bemutatóra készítik az alkotásaikat. Hát nagyon sok tervező olyan van, aki nem eladásra készít, hanem csak
alkot egy valamit, és akkor az úgy látványos. Hoztál magaddal több kalapot is, és fejdíszt is. Van köztük egy olyan fejdísz, ami hát drótokat is tartalmaz, és így kiemelkedik a fejből, és a keszekuszán, de mégis szabályosan hajló drótok végén vannak virágok. Nyilván nem gondolná az ember, hogy ez a hétköznapokban megállná a helyét. Milyen eseményre való egy ilyen kalap? Ez kifejezetten a derbire készült, ugye spirális alakban helyezkednek el a drótok, és orchideák vannak a végén. Tehát ez is egy bemutató darab inkább. Igen, de ezt gond nélkül derbin lovas sportos rendezvényen lehet viselni. De én mennyasszonynak is el tudom képzelni. Általában engem olyan mennyasszonyok találnak meg, aki valahogy már tisztában van a stílusában, és különleges akar lenni. De a szó igaz értelmében különleges akar lenni, mert általában nagyon sokan aztán beállnak a sorba az ilyen szabványruha, fazon, meg egyebekbe. Ő tetőtől talpig szeretne tükrözni valamit, és volt már pár érdekes megkeresésem, egy lepkés fejdísz kapcsán is alkottam olyat, hogy az így a drótokra volt ráaplikálva a díszítés gyöngyökből, pillangóból, virágokból, hogy olyan hatása volt, mintha lebegne a viselőjének a feje körül. És ez is olyan, tehát egy ilyen nagyon légies, ez az orchideás fejdísz, egy nagyon légies, térbeli dolog, ami tényleg azt sugározza, hogy olyan nincs is. Említetted, hogy aki különleges szeretne lenni, minden esetben különleges, vagy van, aki direkt arra megy rá, hogy meghökkentő legyen? Az én stílusom, azt gondolom, ha úgy utánam néznek, vagy ha valaki egymás után lát munkáimat, az azért egy nőies eleganciát tükröz. Ezeket a típusú vevőket is vonzom, hiszen ez tetszik neki. Kinek mi a meghökkentő? Valakinek már az is meghökkentő, hogy nem farmer fehér póló, hanem fölvesz egy piros ruhát valaki, és már az is meghökkentő. Azért mondtam, hogy egyensúly és önazonosság és személyiséggel azonos dolog, mert ezeknél a hölgyeknél ez természetes. Ez nem kérdés, és így is szokta meg a környezete, és elfogadják őket, mert önmagát így szereti. Mennyire tudják hordani, mennyire találják meg a hozzávaló ékszert mondjuk, egyáltalán mennyire való hozzá ékszer, mert azért gondolom vigyázni kell, mert ugye ékszerből is, ha sok, akkor az már elviszi a képet, most hogyha a kettőt összerakjuk, akkor végképp, tehát mennyire van ízlése ehhez ma a hölgyeknek? Általában, mondom, érzik azért, én is szoktam terelgetni, el szoktam mondani, hogy igazából egy pöttyfülbe való elegendő a legtöbbször, de össze lehet hangolni. Munka, hogy megtaláljuk a megfelelő darabot, de össze lehet hangolni egy igazi alkalmi elegáns fülbevalóval is. Mindent össze lehet hangolni. Képesség és idő és egyebeknek a függvénye. Én inkább azt mondom, sokszor az nagyobb akadály, hogy hiába mondjuk azt, hogy hatalmas kínálat van, ez nem igaz. Tehát, hogy azért standard dolgokat lehet kapni, és nehéz megtalálni a hozzáillő darabot, mondjuk. Ezért az egyszerű kis pici valami teljesen megfelelő. Mert egyensúlyra kell törekedni, azt szoktam mondani. Megtaláltad a helyed a világban, Hajnalka? Én nagyon-nagyon jól érzem magam. Azt gondolom, a Jóisten addig löködött, mert ez is azért, nek is volt azért háttértörténete, mire én ide kerültem az utamra, hogy igen, ez. Én boldog vagyok, minden egyes alkotásom a szívemből jön, szeretettel alkotom, és én nagyon boldog vagyok, amikor
egy-egy vevőmhöz hazatalál egy darabom. Mert olyan, mintha azt tudtam volna, hogy neki készítem. Mert tökéletes az egyensúly és az összhang. Székesfehérvárról már régebben elköltöztél, ezek a munkák sem itt készülnek, de kötődésed még van a városhoz? Hát igen, ugye a lányom az itt él, visszakerült ide, férhez ment, és gyakorlatilag napok kérdése és nagymama leszek, úgyhogy az első icipici hajpántot, bébi kis baba hajpántot már elkészítettem, mert hogy kislány unokám lesz nagy örömre, úgyhogy hát egy fejdísz márkával lesz. Ez egy tökéletes ajándék a jó Istentől tényleg, de természetesen a kisfiúnak is ugyanúgy nagyon örültem volna, de hát egy csodás, úgyhogy én nagyon szeretem, meg hát én itt születtem, én azért ugye mondhatni a fél életemet eddig itt éltem le, vagy környéken, mert hogy Pákozdi vagyok hivatalosan, és hát én nagyon szeretem ezt a várost, és nagyon szívesen jönnék mindig vissza, és csodás bemutatót tudnék az országalma körül csinálni. Lányod követett valamelyik pályádon? Modellként dolgozott velem sokáig. Aztán ugye ő is, mint a legtöbb modellánynál, amikor elhelyezkedik tartósan egy cégnél, és mondjuk tényleg nem tudja megoldani azt, hogy ki ugrabugráljanak hétközben déltől, kettőtől, tehát hogy ezt azért a legtöbb munkahelyen nem kezelik rugalmasan, akkor ugye ez a modellkedésnek a rovására megy, már nem tud ugye vállalni, hiába is szeretne, mert általában 6-7 óra magasságában kezdődnek a bemutatók, és előtte ugye a smink, hajkészítés, ruhapróbák, stb. Tehát ez nagyon sok idő, és egyszerűen nem ér oda. Tehát az én lányommal is az volt a gond nagyon sokszor, hogy fizikailag nem ért fel Budapestre egy-egy rendezvényre, mert addig dolgozott. De ahova lehetett most, és pocakkal azért sikerült befotózni, és megörökíteni ezt a boldogságos állapotot. Fél percben hogy látod a jövődet? Mindent megteszek, és rengeteget dolgozom azon, hogy a márkám sikeres legyen minden értelemben. Lesz unokám, ami egy új időtöltés lesz az életemben. Én igyekszem minden egyes napját az életnek értékelni, mert sosem tudjuk, hogy mikor van vége. Hát bízom benne, hogy nagyon sok el lesz vége, és még addig sok-sok fejdísz és kalap kerül majd úgy a fejekre, hogy a te kezedben készült. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, kedves nézőink. Köszönöm. A Fehérvári Beszélgetések című műsorunkban Tóris Hajnalka volt a vendégünk. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!